Sziasztok! Elérkeztünk egy újabb siker, titok vagy ár részhez. Az előző héten az időbeosztás fontosságáról ejtettem pár szót nektek, és akkor ígértem, hogy érkezni fogok tippekkel, illetve lépésekkel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet, illetve érdemes helyesen beosztani az időnket. Az első ilyen lépés, szervezd meg az életed. Itt most ne arra gondoljatok, hogy 50-60 évet megtervezünk előre, viszont nagyon fontos elfelejteni azt, hogy csak úgy élünk bele a vakvilágba, ahogy mondják, és úgy ész nélkül idézőjelbe, és csak úgy telik az idő. Tehát fontos, hogy legyen egy időbeosztásunk, és a leghatékonyabb módszernek az bizonyult, illetve én is azt látom hatékonynak, hogyha egy olyan három egymást követő hónapot be tudunk osztani, és van erre vonatkozóan egy tervünk, és ez alatt az idő alatt azt kell végig gondolni, illetve erre való felkészüléssel azt kell végig gondolni, hogy mi az, amit ebben a három hónapban te szeretnél elkezdeni, befejezni, milyen olyan tevékenység van, amiben haladni szeretnél, vagy milyen olyan célok vannak, amiket mindenképp szeretnél a három hónap alatt kipipálni. És nem csak, hogy ilyen szinten érdemes ezt a tervezést végig gondolni, hanem a tervezés során az eseményeket, a programokat, a tanfolyamokat, az online rendezvényeket, mindent érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami abban három hónapban érdekel téged, szeretnél rajta részt venni, és ezt így hetekre lebontva beleírni a naptárba vagy az applikációba, amit te használsz, vagy jegyzetfüzetbe, teljesen mindegy, de legyen összeírva, hogy mit szeretnél három hónapon belül. És a heteket mindenképp érdemes elkülöníteni. És ugye most már vannak hónapok és hetek, tehát utána tovább lehet lépni második lépésként, hogy készítesz egy listát a teendőkről, és itt jön majd az, hogy napi szinten lebontod a dolgokat. Én egyébként ezt úgy szoktam csinálni, hogy vasárnap leszoktam ülni a határidőnaplom fölé vagy mellé, úgymond, és el szoktam kezdeni végig gondolni, mi az, amit azon a héten szeretnék véghez vinni, mi az, amit meg kell csinálnom azon a héten. Ugye eleve ebből a három hónapos tervből a heteink már megvannak, és akkor végig szoktam gondolni, hogy akkor hétfőket, szerda és így tovább, mi az, amit mindenképp meg kell, hogy csináljak, és utána azt szoktam csinálni, hogy napi rendszerességgel erre nyilván ránézek, előző nap, hogy következő nap mit kell tegyek, és ha beérkezett még plusz feladat, vagy olyan feladat, amit másnap mindenképp el kell végezni, akkor azt szintén beillesztem a napi tervbe, és adok hozzá egy idősávot is. Tehát, hogy ezt így minden este érdemes még pluszba átnézni, és nagyon fontos ilyenkor, hogyha a teendőket elkezditek összeírni, hogy prioritást tegyetek. Tehát prioritási sorrendben legyenek azok a teendők összeírva, és sokkal könnyebb lesz tervezni. Nyilván ez az egész tervezés az elején egy nehezebb és úgymond katyfaszosabb tud lenni, de ha elkezded, vagy elkezditek ezt szépen lassan kialakítani, és napi szinten használni ezeket a rendszereket, akár applikáció, akár papíralapú határidőnapló, ez szépen lassan be fog állni, és gyönyörűen fogjátok tudni használni, és a végén meg fogjátok érteni, hogy ez siker szempontjából miért olyan fontos. A harmadik, hogy ne keverd a sürgőset a fontossal. A kettő egyáltalán nem ugyanaz, és nagyon sokszor előfordul az, hogy vannak ilyen belső adhok jellegű feladatok, amiket képesek vagyunk előre venni, miközben lehet, hogy egyáltalán nem is olyan fontosak, mint amennyire sürgősek. Tehát ez nagyon gyakran összeszokták így az emberek keverni, és nagyon fontos, hogy a különbséget lássátok a kettő között, nem ugyanaz. Általában az szokott lenni a tapasztalat, hogy ezeket szépen félre lehet tenni, és meg tudja várni azt, hogy befejezd azt a teendőt, amit éppen csinálsz. És itt jön a negyedik és utolsó tippem, és szerintem ez még a legfontosabb az összes közül, hogy azt csináld, amit csinálsz. Nagyon nehéz a mai világban ezt teljes körűen megvalósítani, én tudom, és a vállalatok, vállalkozási lét, alkalmazotti lét is folyamatosan azt követeli tőlünk, tőletek, hogy multitaskingban működjünk, tehát hogy több feladatot végezzünk egyszerre, hogy a fókuszt azt megosszuk, a figyelmünk az több mindenre koncentrálódjon, viszont joggal érzitek azt ilyenkor, hogy
Mint hogyha nem haladnátok, mint hogyha több lenne a stressz, hogyha a boldogság az sehol sincs, és joggal érzitek, mert ezeket váltja így ki az emberből. Tehát nagyon fontos a jó beosztás, a jó terv, és akkor ezt a multitaskingot is szépen lassan az ember ki tudja iktatni az életéből, és arra fókuszálj, amit éppen csinálni szeretnél, vagy csinálnod kell. Nekem például, hogyha olyanom van, hogy én most egy órát szeretnék olvasni, akkor se kütyű, se értesítések, se a mosás, semmi nem szokott érdekelni, akkor csak olvasok. Most ez egy ilyen általános példa, de ezt végig lehet vinni akár munkavégzésre, magánélet szempontjából, siker, vállalkozás, minden területen ezt végig lehet vinni, és szépen, ha be van osztva, akkor azzal fogsz tudni foglalkozni, és ugye lesz egy boldogságérzeted, a stressz az csökkenni fog, és egy olyan érzés is lesz benned, hogy na én most haladtam, most valamit ki tudok pipálni, és ezt jogosan fogod érezni. És azért mondom azt, hogy kell egy nagyon jó beosztás, akár óra szerint is lebontva, nyilván ezt azért valamennyire rugalmasan kell, hogy kezeljük, de nagyon sok olyan interjút olvastam sikeres emberektől, akik elmondták, hogy egy szigorú és hatékonyan beosztott időtervnek köszönhetik azt, hogy ott tartanak az életben, ahol, és azért sikeresek, mert egy ilyen szigorú időtervet tudtak használni, illetve kialakítani maguknak. Úgyhogy ezt a 4 tippet, illetve lépést hoztam nektek időbeosztással kapcsolatban. Ha esetleg van már tapasztalatotok ebben, vagy használtok nagyon jó applikációt, amit javasolnátok a többieknek is, vagy bevált módszeretek van, nyugodtan írjátok a videó alá. Ha meg lemaradtatok arról, hogy miért fontos az időbeosztás, akár Instagramon, a sorozatomban, tehát sorozatban vannak összefűzve ezek a siker, titok vagy ár részek, ott meg tudjátok nézni, mindenképp keressétek meg, egyszerűbb, mint itt a Facebookon visszagörgetni, és várom a visszajelzéseiteket, hogy nektek hogyan működik az időbeosztásotok, illetve mennyire hatékony. Legyen szép napotok, estétek, sziasztok!